Üdvözlök ismétem mindenkit! Itten hallható vagyok. S voltak ilyen több böngésző tesztek, és mai napon is lesznek, amik le fognak tesztelgetni. Kérem, hogy frissítsem a Firefoxot. És most jön egy ilyen újabb fajta böngésző a mai napra, ami Chrome motort van rajta felhasználva, ez nem más, mint a Brave. Addig meg frissíteni fogja a Firefoxot. Higgyétek el, hogy ez a Google Chrome-os terméke nem is annyira jók, mert ilyen átlag felhasználókra, inkább a köznépe, olyan verziót adnak ki, ami tele van hibákkal. Van komolyabbik verzió, de azért fizetni kell valamennyit. Gépenként nincs fönt a hivatalos ára, külön kell nekik írni, és akkor meg lehet tudni. Kicsit várok, hogy feltelepüljön. Lehet. Frissítések. Itt is van, ami céges verzió, mert lesz váltva. Az van a Firefox ESR verziók, kevesebb frissítést kapnak, és jóval stabilabbak. Minél kevesebb frissítést kap valami, annál stabilabb. Várni kell, hogy elinduljon. Sem sokára jön a fő témánk. És indult legújabbik verzió, ez a 82.0-as verziószám, és ez a fontos, hanem ez lesz a Brave bemutatva rövid idő alatt, hogy mire is képes, mit is tud. Jó van, hirdet fel. Van bőle 32 bites verzió is. Jobb a gyengébb gépekre. Windows 7-es. Egyszerűen simán el kell indítani. Látni pont, hogy mekkora. Milyen oldalt is az. Vagy csak a marketingen adj neki.
emeletelek védelmet nyújt a személyes adatok ellen. Itt van Chrome alapom van, Chrome alapom van, és a Chrome-nak a Web Store-ral való kiegészítőkkel. Kompatibilis. Van egy több nyelv rajta, nincs, van angol, van kínai, japán, német, spanyol, meg francia. Le is töltötte. Kis fog derülni. Mire is. Képes. Mire nem. Sok is. Nyitva. Nem. És igen, telepíti. Föl. Addig élj meg tovább. Az udolokat. Van külön. Karrierjük. Dolgoznak rajta. És indult böngésző. Zárom a Firefoxot. Helyette induljon a Brave. Van ilyen. Új tisztára. Beállításában mit változtattak? Van! Chromium 86 pont 42, 40 pont 111-es verzió van. Van benne ilyen Mozilla licensze van állatva. Mi ez a Shield? Baj, sem van a keveredve. Meg hogy megvan az a funkciók. Gondoltam, lehet benne torrentolni, webtorrentot. Nagyon sok böngészővel nincs benne. Tor házatot is lehet indítani benne. A kinézet.
B-Mac. Mivel egy? Chrome. Részesen kiletve a témákat. Megnyitok egy oldalt, például a saját YouTube oldalamat. Most streameltem le. Ki fog derülni, mire is képes. Nézem, hogy nincs olyasmi, hogy kikapcsoljam a... hogy megjegyezzem valamit. Meg a shieldbe. Hát. Van az, hogy... history-t ki lehessen kapcsolni. Tudom, még itt több setting. És akkor itt van ez, hogy clear. Ez hogy nem töltődött be. De töltődött. És aki ki lehet kapcsolni, vagy be lehet. És itt van, hogy... Advanced. On exit. Most... automatikusan törölje ki a... az adatokat. Olyasmit. Nem brak állítani rajta. Ilyen ez a security része, talán itt lehet. Ez itten a kamerák, böngésző adatok, előzmények. Egyéb mások, amik vannak rajta. Következő része. Hiszen, hogy pont ez a funkció, amire gondoltam, nincs benne, megnézem. Save never. Ilyen cikk van, ilyen fórumokon van, hát amit leírnak. Eddig még abszolút nem néztem át ezeket a funkciókat. Nálam a videók live-ok szoktak lenni. Nincsen itten, hogy nagyon sokan betanulják a videókat. Nagyon sokan gyakorolnak rajta, hogy rendesen bemutassák. Itt nincsen bemutatva. Ez úgy van, hogy most látom a legelsőnek, hogy mi is van. Reopen.
Szóval, emletileg bezárom, és akkor rámegyek, hogy Clear Rovers Data. Emletileg ide rámegyek, vagy ide kell rámennem. Vagy rá kell klikkelnem. Ez nem az. Akkor jön a következő. Ez a reward. Semmi. Most még egyszer indítom. És ugyanott fog lenni, mint. Előbb volt. Nagy valószínűséggel. Itt igen. Ki kell ezt kapcsolnia. És megjegyzi. Valahogyan. Vagy újabb. Vagy nem ide menni. Úgy néz ki, hogy itt sem nincs meg az a funkció, ami kellett. Van ilyen billentyűzet kompó. Ctrl Shift Delete. Most elmetleg bekapcsolom ezt, akkor kilépek, akkor ne jegyezzen semmit sem meg. Ez a funkció működik rajta, akkor ez próbálva. És most bezárom azt az alkalmazást. Elindítom. És most ki fog derülni, hogy ez a funkció ténylegesen megy. Hát vajon megjegyezte, milyen oldalakon voltam rajta. Vagy itt a bírom ezt is, hogy. De nem, ezt kitörülte. De a weboldalt megjegyezte. Még egyszer tudok rajta. Ctrl Shift Delete. Open F-tab. És most. Most már. Kapcsolom. És mind bekapcsolom. Hát ebben valamit jegyzett. Nem. Nem jegyzik semmit sem meg. Nem úgy, mint a Google Chrome. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.